Egy hiba? Csak ennyit tud nekem mondani, Señor Bustillo. Ezek a hibák sokba kerülhetnek magának. Remélem érthető vagyok. Igen, igen, doktor Isunza. Az az igazság, hogy nekem bizony fogalmam sincs arról, hogy keveredhettek ennyire össze a szobák. Nagy szerencséje, hogy a beteg Hortensia Garrido családtagjai és befolyásos támogatója nem tettek panaszt amiatt, a hiba miatt, ahogy maga mondta. Nagyon nem szeretném, ha bajba kerülnénk maga miatt. Végzetes lenne ránk nézve, ha Señor Franco Reyes panaszt tenne. Ő a Trueba vállalat tulajdonosa, és ő fizet. Maga tudott erről? Igen, Señor, tudtam róla. Reyes úr nagyon komoly összegeket fizet azért, hogy Señora Garrido megfelelő ellátáshoz jusson. Erre maga a lehető legrosszabb szobát adta neki, míg az övét egy olyan betegnek osztotta ki, aki az intézménynek egy fillért sem fizet. Tudom, Señor, nagyon sajnálom. Még ma délután helyrehozom ezt. Nem délután. Nem. Azonnal. Fél óra múlva megyek a vizitemre, és ha Doña Garridót nem találom egy megfelelő szobában, akkor biztosíthatom, nagyon súlyos problémái lesznek, Señor Bustillo. Egyik hibát követi el a másik után. Például ott van az a mozgáskorlátozott ember, aki néhány napja érkezett. De erről majd később beszélünk. Menjen és segítsen neki. Figyeljen, hogy Bustillo engedelmeskedik-e. Señora, átvisszük egy másik szobába, ezért arra kérném, hogy jöjjön oda velem, hogy megmutathassam. Kérem, kövessen az új szobájába. Jöjjön! Jöjjön már! Már csak ez hiányzott. Most erről is nekem kell gondoskodnom. Hogy az ördögbe fogom megmagyarázni azoknak az embereknek, hogy át kellett költöztetnem a rokonukat, miután annyit fizettek? Adja vissza nekik a pénzt, mást nem tehet. Nem fogják elfogadni. Bajba fogok kerülni emiatt az átkozott dagadt nő személy miatt. Csendesebben, Bustillo. Vigyázzon, még a végén megérti. Na. Mondja csak, felfogta, hogy mostantól ebben a szobában fog lakni? Így sokkal kényelmesebb lesz magának. Sokkal kényelmesebb. Hallja? Sokkal szebb szoba, és nem is olyan hűvös, mint az a másik. Felesleges hozzá beszélni, egy papagáj többet ért meg az emberekből, mint ez a nő. Hé! Bustillo nagyon ideges lett. Na. Minden rosszra fordult, a feje tetejére áll ez az egész. Hát attól tartok, rossz hírem van. Az a vén ember, akit a maga unokatestvére hozott be az intézetbe ének évadján, ő is komoly probléma. Megkapta, amit akart. Láthatja, hogy mi történt. Az az átkozott Escandor rám küldte a gorilláit, hogy ellássák a bajomat. Az én rokonom egy igazi bűnöző. Jaj, Bustillo. Szeretném emlékeztetni. Én figyelmeztettem, hogy bajba kerülhet a mohósága miatt. Azt hiszem, nem maradt más választásunk. El kell tennünk láb alól. Képes lenne ilyet tenni? Hát én nem hiszek a fülemnek. Nincs más választásom. Hogyha az öreg fecsegni kezd valakinek, akkor pokolian nehéz helyzetbe kerülhetünk.
Ki kell csinálnunk, amilyen hamar csak lehet, és aztán megkapjuk a pénzt, és a lehető legmesszebbre szökünk. Én ebben nem veszek részt, Busztíjó. Muszáj, csak magában bízhatok. Azokkal a gyógyszerekkel, amiket a múltkor is használtunk. Emlékszik? Azokkal végleg elintézhetjük az unokatestvérem apósát. Menjünk innét. Az irodámban meg tudjuk beszélni a részleteket. Igen, menjünk. Nagyon idegesít ez a nő. Mozdulj már, dagaték! Nem hiszem el, hogy mit hallottam. Most már egészen biztosan, teljesen megőrültem. Édes Istenkém! De most komolyan rendezhetnénk egy aukciót is, nem? Szerintem ez egy jó ötlet. Így tényleg nagyon jó áron el tudnánk adni őket. Vagy kiállíthatnánk őket a következő divat bemutatón, nem gondoljátok? Jól van, elég legyen, ne vitatkozzunk ezen. Sokféleképpen felhasználhatjuk ezeket az ékszereket. De a legfontosabb, hogy mit gondol erről a tulajdonosuk, nem? Nos, ebben tökéletesen igazad van. Megkérdeztétek már Frankot, hogy ő is szeretné-e felajánlani őket jótékony célra? Az az igazság, hogy nem terveztem eladni őket. Úgy gondoltam, hogy majd nektek fogok örömet okozni. Nem szerelmem. Én képtelen lennék olyan dolgokat viselni, amelyek egykor Edwin a Troébához tartoztak. Igen, Saritának igaza van. Én is kényelmetlenül éreztem magam tegnap vacsora közben, amikor rajtam voltak. Tényleg? Elhiszem. Engem sem érdekelnek az ékszerek. Nem olyan fontosak. Amúgy is nekem van elég. Csináljatok vele, amit akartok. Ne is beszéljünk erről tovább. Odaadjuk őket valami jótékonysági célra. Jó, legyen. Majd Franco elintézi. Jó, a hatékonyságon amúgy is ő a jártas mellett is. Nagyon sokat adakozott a cégeink keresztül. Egy csomó kórháznak, otthonnak és hálóháznak. Most, hogy említed, a kórházakról jut eszembe. Ma este itt bent töltöd az éjszakát? Nagyon szeretném, de az a helyzet, hogy megígértem Juannak, hogy ma este pihenek. Nagyon kényelmetlenek a kórházi székek. Ráadásul szemmel kell tartanom Juan Davidot. Jól van, ne aggódj emiatt, majd Oszkárral bemegyünk meglátogatni. Hát ez nem valami jó ötlet, nekem más terveim voltak. Na, de szerintem Viccelem. Vicceltem, persze, hogy meglátogatom a testvéret. Nem tudod kimagyarázni, az biztos. Szép mondtál, most ezzel elásultam. Egyikük ki tudna jönni az istállóhoz? Nagyon sürgős lenne. Hát persze, mi történt Quintina? Bánoló, Miguel és Olegario összevitatkoztak valamin, és borzasztó verekedés tört ki. Jól van, maradjatok, majd én elintézem. Szó sem lehet róla, Sarita, maradj itt, nem avatkozhat közbe a férfiak vitájában. Ugyan már nyugodj, kezelni tudom a helyzetet, ne aggódj, különben is ez a köteles vége. Mi is megyünk. Ilyet? Hát... Siessék, és hogy történt? El vannak. Jaj! Fejezzétek be! Szajonita Sara, ezek a bajkeverők itt. Maradj csöndben, elég legyen, hagyjátok abba! Talán nem tartott tiszteletben a kérésemet, Olegario! Szajonita Sara, tudja, hogy nagyon is tisztelem magát. Csak azért, mert Juan most kórházban van, ez nem jelenti azt, hogy azt műveltek, amit csak akartok. Nagyon tévedtek, ha azt hiszitek, hogy ezt megengedem. Nem művelhetitek ezt az én felügyeletem alatt, mert én még Juannál is szigorúbb vagyok. És nem tolerálom, hogy a munkásaink összeverekedjenek. Aki nem követi a szabályokat, az megkapja a büntetését. Akár el is bocsátom. Így van, maguk meg, ha annyira szeretik nézni a boxot, akkor menjenek el egy meccsre, de itt a birtokon tilos a verekedés. Mit művelnek még mindig itt? Mozgás! Menjenek! Ti hárman itt maradtok, Olegario, Manolo és Miguel. Mi történt itt? Mi lesz? Ki vele? Beszéljetek! Mondjátok már el, hogy mégis mi az ördög folyik itt. Magyarázattal tartoztok nekünk, hogy mégis miért verekedtetek össze. Meg tudjuk magyarázni, Señorita Sara. A testvéremmel nagyon felháborodtunk, mert ez a nagy szájú elkezdte rágalmazni az apánkat.
Beleavatkozott a személyes családi ügyeinkbe, amihez tényleg semmi köze. Annyi történt Szenyorita Sara, hogy ezek itt túlságosan érzékenyek, s attól tartok, nem értik a tréfát. Komolyan vették, amit mondtam. Nem kéne ezzel viccelned, mert a családunk egy súlyos válságon megy keresztül, amit meg kéne oldanunk. Csak az az igazság, hogy nincs rá időnk. A testvérem igazat beszél. Meg kéne látogatnunk az apánkat a piacon és az anyánkat. Az Assisi szanatóriumban, hogy valami megoldást találjunk. Emiatt ne aggódjatok, tudjátok, hogy számíthattok ránk, szívesen segítünk nektek. Hát persze, én is egyetértek Frankóval, és ha szeretnétek, akkor menjetek nyugodtan, vegyetek ki egy szabad napot, és látogassátok meg az anyátokat. Most viszont már későre jár. Aludjatok egy jót, késő van, feküdjünk le. Facundo, ébredjen! Az Isten szerelmére, ki ez a szellem? Jaj. Én vagyok! Eddig nem tudtam meglátogatni, mert elvittek. Átvittek egy másik szobába, és állandóan szemmel tartottak. De miért ébresztett fel engem ilyen későn? Még nagyon korán van. A fenébe. Miért keltett fel? Még nem is pirkad? Ne! El kell mondanom valamit magának. Hallottam, amikor az egyik nővér beszélt azzal a mogorva emberrel. Valami szörnyű dolgot terveznek. Ez fontos, magáról beszéltek. Ugyan, érdekelnek is engem a pletykák. Maga vénasszony, menjen ki, adjon engem békén kifelé, csicsicsicsit. De ez nagyon fontos. Figyeljen, gyűlölik magát, és borzasztó dolgokat mondtak. Valaki fizet nekik azért, hogy magát eltegyék láb alól. A saját fülemmel hallottam, komolyan! Végleg el akarják tüntetni magát! Egészen biztos, hogy jól hallotta őket? Vagy talán hazudik nekem? Nem, ha nem akarja elhinni, az a maga baja. Nézze, hallottam, hogy azt tervezik, hogy gyógyszereket adnak be magának, és azzal megmérgezik. Már korábban is csináltak ilyet, vigyázzon, mert nagyon gonoszak. Ezek olyanok, mint az ördög. Gonosz emberek.